A Pécsi Testnevelő Tanárok Egyesülete kiváló testnevelő díjat ítélt oda Morvai Sej Kata számára. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa a természettudományi karon végezte tanulmányait, ahol 2007 óta főállású oktató. Jelenleg, amit a legjobban szeretek tanítani, az a küzdősportok tantárgy. Emellett pedig elméleti tantárgyak oktatásában segítkezem, így a testnevelés módszertan, didaktika, tantervelmélet és tervezés, illetve német sportszaknyelv. A küzdősportok, ahogy a nevében is benne van, ez egy kicsit vegyes felvágott órát jelent, hiszen elsősorban ugye a testnevelő tanárképzés az, ami hozzánk tartozik, és próbálunk igazodni ahhoz, amit a közoktatás megkövetel tőlünk, tehát elsősorban arra készítjük fel a testnevelőket, hogy a közoktatásban a küzdősportok oktatásához szükséges jártasságokat és ismereteket megszerezzék, és mivel a tantervekben jó részt a küzdőjátékok és feladatok, grundbirkózás, a judó alapjai szerepelnek, illetve egy-két önvédelmi gyakorlat, ezért az órák hasonló jelleggel ezeket a mozgásformákat takarják, és a két fél évben igyekszünk az alapokat tulajdonképpen átadni, hogy biztosan tudják utána a rájuk bízott gyerekeket oktatni. Meg szoktak lepődni, hogy egy hölgy oktatja, de általában élvezni szokták, igyekszem az órákat olyan hangulatban tartani, hogy élvezhető legyen, követni tudják, és tényleg minden órán átismételjük azokat az ismereteket, amit az előző órán már megtanultunk, tehát tulajdonképpen mire végeznek, addigra egy olyan biztos alapot kapjanak, amire tudnak támaszkodni később. Erről szokott is visszajelzéseket kapni. Van például olyan korábbi hallgatója, aki testnevelést tanít egy elmaradt kis faluban, felszerelések, eszközök nélkül, viszont grundbirkózó versenyekre viszi a tehetséges diákokat. Ugyanakkor a hallgatók is szokták szeretni az órákat. Szavazataik alapján a tanárnő lett az év gyakorlatvezetője is. A tanárnő ugye maga is küzdősport múlttal rendelkezik, így képben van a dolgokkal, nagyon szakmailag nagyon jó küzdősport órákat tud tartani. És igazából itt nem csak azok, akik így otthon vannak a sportban és jártasak a küzdősportok terén, hanem akik így most csöppentek bele ebbe az egészbe, és most próbálnak először, így ők is megtalálják itt a számításukat, tehát a követelmények is úgy vannak igazítva, hogy mindenki igazából jól tudja érezni magát, és tudja teljesíteni a követelményeket. A sporták szeretetét a jövőben is igyekszik majd átadni a fiatalabb korosztálynak is. Amellett, hogy itt az egyetemen nap mint nap átadom a judóval kapcsolatos ismereteket, illetve a küzdősportokhoz kapcsolódó ismereteket, heti több alkalommal pedig gyerekeket próbálok megismertetni a küzdősportok alapjaival, úgyhogy remélem, hogy mind a két helyen meg fogok tudni felelni ennek a követelménynek. A hallgatók az év legjobb előadóját is megválasztották a karon. Atlasz Tamás egyetemi adjunktus szerint, ha megfelelően foglalkoznak a hallgatókkal, ők jobban fognak teljesíteni, még olyan nehéz tantárgyak esetében is, mint az élettan, az anatómia vagy a biokémia. Én mindig úgy vagyok vele, hogy a hallgatók véleménye az a legfontosabb. Már lehet díjakat nyerni pályázatokon, de a legfontosabb az oktatás, hogy mégis akiket oktatunk, azok mit gondolnak rólunk. És ez a visszajelzés, ebből lehet tanulni. És ez nagyon jó dolog, ezt abszolút kultiválom, hogy a hallgatóknak el kell mondani a véleményüket, mert vannak, akik jól csinálják, vannak, akik még jobban csinálják, és akik jól csinálják, azt szeretnek még jobban csinálni, és ezért nagyon fontos, hogy elmondják, hogy mi a véleményük az oktatókról. Úgyhogy ennek nagyon nagy értéke van az én szívemben, hogy a hallgatók ezt gondolják.